Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertjén, amelyen Nagy Kanizsa Központi Óvoda és a Kanizsa Kulturális Központ összefogásával valósult meg. Mindannyiunk nevében köszöntöm Cseresznyés Péter, országgyűlési képviselő urat, aki parlamenti elfoglaltsága miatt később csatlakozik körünkhöz. Balogh László urat, Nagy Kanizsa megyei jogú várospolgármesterét, Nagy Kanizsa és térsége óvoda fenntartó társulása elnökét, dr. Németné Kovács Edite, a Nagy Kanizsa Központi Óvoda intézmény vezetőjét, Fekete Bartos Kingát, Szentegyháza, Mártonfi János általános iskola partnerintézményünk igazgatónőjét, Magyar Kanizsa, Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgatónőjét, a Nagy Kanizsa Központi Óvodából megjelent kollégákat, ezen kívül minden kedves jelenlévő vendéget, családokat és érdeklődőket. Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták a mai rendezvényünket. Megkérem Balogh László urat, Nagy Kanizsa megyei jogú város polgármesterét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Szeretném felkérni dr. Németné Kovács Editet, Nagy Kanizsa Központi Óvoda intézmény vezetőjét, köszöntse a rendezvényünk résztvevőit. Tisztelt vendégeink, kedves egybegyűltek, szeretettel köszöntök mindenkit Life környezeti mozgóprogram gyerekeknek Erasmus Plus projektön záró rendezvényén. Polgármester úrhoz csatlakozva nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezen a gálán a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát köszöntjük. Köszönöm Sándor! Nagy Kanizsa Központi Óvoda 2019-től valósít meg Erasmus Plus programokat, melynek fókuszában a fenntarthatóság, az élethosszígtartó tanulás, a digitális kompetencia fejlesztése. A nemzetközi összefogásban megvalósuló LIFE projektben erdélyi és vajdasági magyar nyelvű intézményekkel működünk együtt. Amint ezt már hallották, partnereink, Gyöngyszemeink iskolás előtti intézmény Magyar Kanizsáról, Szerbiáról, valamint Mártonfi János általános iskola Náciznak közli otthona Szentegyházáról, Romániából. Programunkat a szülőkkel szoros partneri kapcsolatban valósítottuk meg, olyan tanulási támogató környezetet alakítottunk ki, melyben biztosítottuk gyermekeink számára az esélyegyenlőség megvalósulását, a hátránykompenzációt, a tehetséggondozást, az egyéni értékek kihangsúlyozását és személyiségük komplex fejlesztését. Magyarok vagyunk Európa más-más országában, de nyelvünk közös, a gyökereik összekötnek minket. Hagyományaink, nyelvünk, népi kultúránk megőrzése, kulcsfontosságú nemzeti identitásunk megtartásában és az európai kulturális örökségünk megóvásában. Meg kell említenem, hogy 2022 évben intézményünk elnyerte, 2022 évben intézményünk elnyerte a 2021 év társadalmi innovációja címet. Melynek címe innovatív utak a fenntartható jövőhöz. Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen ennek derékhada volt az Erasmus pályázatunk és az abban folyó tevékenység, a fenntarthatósági célok, az ehhez kapcsolódó intézményi társadalmi felelősségvállalás és ennek a szellemiségének a közvetítése. Például vagyok büszke Nagy Kanizsa Központi Óvoda valamennyi óvodapedagógusára, intézményeinkben folyó magas szintű szakmai munkára, elkötelezettségre, hagyomány és érték közvetítő közösségfejlesztő tevékenységünkre. És még egy mondatot mondanék a LIFE-ról. LIFE programunk középpontjában, ahogy mondtam, környezettudatos magatartás, gondolkodás, ennek a gondolkodásnak a kialakítása.
természeti társadalmi környezet értékeinek tisztelete, védelme, egészséges életmód és a lelki egészsége. Egy Kodály Zoltán idézetet szeretnék mondani. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekre csak a zene világít be. És néhány gondolat a pályázattal kapcsolatban, a programról, amit magunkkal viszünk. Összetett áramosorát, és teljen meg a lelkünk. Szeretettel, tisztelettel, barátsággal és harmóniával. Köszönöm. Yeah.
helyet foglalnak népdalaink is a műsorunkban. Csíki Orsolyát szólítom most a mikrofonhoz. Ő lesz a szólistánk következő kalotaszegi népdalában. Piros az ostorom jele, nem sárga. Thank you.
szolgálat emlékeit. Rendszeresen hangversenyezünk, március 15-én és október 6-án hagyományőrző huszárcsapatunkban közösen. Korabeli Kossuth dalokból fogunk most egy csokrot énekelni. Thank you.
alkalommal folytatjuk műsorunkat. Az utolsó szakaszban a katonaság elkerülhetetlen gonosztevőjéről, a tetűről is mutázunk. Thank you.
1982-ben alakult. A zenekari tagok amatőr muzsikusok. Kis művészeink, a tanulóház, a zenekörei sajátítják el a muzsikálás tudományait. A Filharmónia többsége szentegyházas falvi, de járnak próbákra a Szentkeresztbányai és kápolnási iskolából is. Műsorunkban rendszeresen szerepelnek más névek dalai is. Énekelünk angolul, törökül, oroszul, németül. Most egy közismert román románcot dalolunk Mihály Eminescu híres román költő versoraira. Címe Felünga Plopi Föraszonc, vagyis társadalom jegenyék. Thank you.
cigány bajta halálának elsiratása után a muzsikus cigány legényről dalolunk. Majd egy tréfás ének következik, a nagy vásárból hazatérő cigányról, a kifakan alatthoz kedvesének.
ami lassan a marathon verseny végét is jelenti. Remélem, jól szórakoztak, és azt is remélem, hogy mi még találkozunk. Meglátogatnak minket Szentegyházas faluban, a Hargita lábánál, a világ legmagasabban fekvő magyar városában. Megnézik a zenetermet, iskolánkat, székelykapus házainkat. Szeretettel várjuk. Örömmel és köszönettel vesszük a kijáratnál elhelyezett CD felvételeinkből vásárolgatnak. Honlapunkon hűségesen követik a gyermekfilharmónia élete folyását. Isten magukkal, a viszontlátásra!
Gratulálok, szeretem! Hozzám egy új!